2021-es tavaszig nyári trendekről fogunk beszélgetni Tomaszowski Andrea stílus tanácsadónkkal. Szia Andrea, köszöntünk itt szeretettel. Szia. Mi lesz a jellemző ebben az időszakban? Hát nagyon fantasztikusan szép színek fognak bejönni, és az az igazság, hogy mikor reggel jöttem, én azt hittem, hogy már lesz egy-két kis finom tavaszi púderszín, de még nem nagyon van. A színekben sokféleség lesz, de lesznek a tavaszi finom élénk színek, és szerintem ezt már sokan várjuk, tehát úgy a rózsaszínnek, a pinknek az árnyalatai, a kéknek, a zöldnek, például ami rajtad van ruha, ennek a zöldje, a smaragdzöld. Úgyhogy ez biztos, hogy cipőben is meg fog jelenni, a cipőtrendekben. Egyébként formában nagyon sok minden fog maradni, mint ami most van, és amit most itt majd mindjárt végig tudunk nézni. Tehát formában maradnak, színekben nagyon-nagyon változatos lesz a tavaszi trend. Most, ami fogja magát tartani, a kockasarok, a hasábsarok. Például itt van a kockasarok, de ezeket a kockákat most tovább gondolták, tehát így le fogják vágni mindenféle irányba, és ezek fognak érkezni. Nyilván most ugye a téli kollekció látható, tehát színeiben ezek sötétebbek, és majd jön a pasztel árnyalat. De van azért már, tehát most is lehet már egy-két világosat kapni. Aki nem annyira az elegánsat preferálja, mert a hétköznapjai sokkal inkább kényelemcentrikusak, kényelemközpontúak, akkor ezek nyilván majd érkeznek tavasszal világos színekbe, ez a sneaker hatású talppal. Egyébként a textúrákat kombinálják, és ennek most is nagy divatja lesz a 2021-es évben is. És ez egy nagyon jó kis kényelmi viselet hétköznapra. Ez egy picit sportosabb, ez a kis bokacsizma. De ezt akár el lehet képzelni tavaszra, és annyira ezt nem abszolút, bélelt szerintem. Ezt már teljesen, tehát ez akár teljesen mehet egy tavaszi darabnak, ugye világos a színe, és egyébként ez egy sportosabb fazon, tehát inkább nadrághoz, szűk nadrághoz nagyon jó, de egy laza kis kötött szoknyával is működik, tehát egy ilyen kis sportos, de szoknyás öltözetbe is tud működni. Hosszban, esetleg a csizmák hosszában van-e most, ami most tavasszal stílusos lesz, trendi lesz? Ami nagyon trendi lesz, most a fehér hosszú combcsizma, és itt találtam egyet krémszínűben. Nyilván a krém az a fehérnek ugye egyik árnyalata, és most ezek a csizmák nagyon trendiek lesznek. Természetesen rövidebb szárral is, de most kifejezetten ez a hosszú, és a fehérnek és a krémnek minden árnyalatában majd fognak érkezni, és lehet ezekkel játszani, lehet őket viselni. Kiválasztottuk azokat az alapdarabokat, amik most tavasszal megfelelőek lesznek színben is, illetve formában. Melyek ezek, hogy úgy látom, hogy a púder, amiről beszélt. Igen, tehát ez egy nagyon szép rózsabézs, ez például egy hideg téltípusnak, vagy téltípusoknak tökéletes, mert a nude-nak ez a hideg árnyalata, és ez sem mindegy, mert a ruhatárába könnyebben lesz illeszthető, mint a meleg árnyalatú bézs. De ezek nagyon kiváló alapdarabok, pedig a meleg színtípusoknak könnyebben illeszthető a ruhatárába. Aztán lehet egyébként választani ezüstöt is, egy ilyen finom ezüstöt egy hideg típusnak, ha úgy látja, hogy ezt jobban be tudja illeszteni, mint a nude, akkor ez is egy nagyon jó alapdarab lehet. Piros mennyire lesz divatos és marad. Trendi? Igen, marad, tehát az örök trend, és nagyon-nagyon feldobja az öltözködést, aki szereti a pirosat, szívesen viseli egy piros cipő, jöhet hozzá egy farmer nadrág, vagy egy fekete nadrág, vagy egy fekete szoknya, ott szépen kijönnek a kontrasztok, és ez marad. Két táskát választottunk ki, két különböző méretben. Mi az, ami számít, hogyha valaki szeretne stílusos maradni, mit vegyen figyelembe egy táskánál?
Amikor táskát választ valaki, nagyon-nagyon fontos, hogy vegye figyelembe a testméreteit és ahhoz válaszol. Tehát egy magasabb termetű hölgynek nagyobb táska fog jól állni, egy alacsonyabb termetűnek pedig egy kisebb, mint például itt van ez a kicsi hátizsák. Nyilván ez egy 160-160 centi alatti hölgyeknek ez tökéletes. De mondjuk 170 fölöttieknek ez nagyon pici. Tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Valamint figyelembe kell venni az öltözködési stílust, hogy mihez illesztjük, és hogy milyen cipő van rajtunk. Nem kell, hogy a cipő és a táska egyezzen, de stílusában azért ott be kell illeszteni mindenképpen a szedben.